Sziasztok! Ma egy holvideót hoztam nektek, viszont kivételesen, ahogy a címből is látjátok, nem egy sima holvideó lesz a téma, hanem egy porcukorhol. Szoltam a nának, hogy ízibe sajnáljon egy hal videót, mert túl jól nézik ki az ízben a ruhákban és ezt mindenkinek látnia kell. Ebben a videóban megmutatom nektek azokat az eszméletlenül cuki dolgokat, amiket pocukornak vettem pár hónap alatt, amióta nálam van, és főleg egyébként kutyaruhák lesznek benne. És azt mindenképpen akartam mondani így a videó elején, hogy általánosságban a máltai selyemkutyák eléggé nehezen viselik a hideg időjárást, és nagyon tudnak fázni. Ez ilyen fajta dolog, viszont a durva, hogy porcukor már most ebben az őszi időjárásban is néha remeg és fázik, amikor leviszem reggelente, úgyhogy mindenképp szerettem volna neki venni néhány kutyaruhát, ami majd melegen tartja télen, és igazából ezeket fogom most nektek megmutatni. Nem lesz túl hosszú a videó, cserében majdnem végig porcukrot fogjátok nézni, úgyhogy szívesen. Na és akkor kezdjük a videót az egyetlen olyan dologgal, ami nem ruha, ráadásul nem is én vettem, hanem születésnapomra kaptam Anikó barátnőmtől, és maga az ajándék az egy szuper férfias biléta. Egy fekete csillámos bilétáról van szó, ami eszméletlenül aranyos és szerintem tök jól áll cukornak is. A legcukibb része pedig, hogy a hátuljára bele van gravírozva a neve is. Egyébként teljesen átlagos mérete van a kis medálnak, de csorópos cukor nagyon sokáig nem tudta hol venni, olyan nagy volt hozzá képest a medál, viszont most arra már egészen belenőtt a gyerek, úgyhogy teljesen simán tudja hordani. Kikérdeztem a Nikót, és a Fresh napban vette a medált, és mondta, hogy ott egyébként rögtön meg is tudják nektek gravírozni, hogyha szeretnétek. Na és akkor térjünk át a kutyaruhákra. Én eddig még csak pulcsikat vettem porcukornak, ami lehet, hogy egyébként már bőven elég is. És valószínűleg már picit túlzásba is estem, de porcukor tényleg fázós, úgyhogy kell neki a pulcsi. Tökéletes kifogás. Az Amagról rendeltük neki az első pulcsit, ami egy nagyon édes, fekete kötött pulcsi, és elképesztően jól áll neki. Azt túlzás lenne mondani, hogy férfias lesz tőle, de olyan komolyan néz ki, amikor viseli, egyszerűen imádom. XS-es méretet rendeltünk, de az még így is nagyra egy picit, úgyhogy sajnos vissza kell hajtani neki hátul, de így felhajtva viszont teljesen tökéletes, és egyáltalán nem zavarja, szóval simán tud benne sétálni. Az anyámat jól nézik ki. És annyira megtetszett nekem ez a pulcs, és olyan jól állt neki, hogy rendeltem belőle még egyet, úgyhogy lett belőle már egy szürke is. Ezt viszont már az okosgazdi.hu-ról rendeltem, ugyanis itt is volt XS-es méret, viszont azon belül volt több méret is, úgyhogy tudtam kisebbet venni, ami valószínűleg jobban fog passzolni porcukorra. Konkrétan ugyanaz egyébként a pulcs, szóval pontosan ugyanúgy néz ki, mint az előző. Itt annyi a különbség, hogy talán jobban kijön a kötött mintája, hiszen világosabb a színe. Egyébként nem tudom, ti hogy vagytok veled, engem tökre zavar, hogy az ilyen pulcsiknál nincsen lyuk hátul, és hogyha sétáltatni akarom a kutyát, akkor rá kell tennem a hámot a pulcsira, ami nyilván meg tudok oldani, meg működik, csak ha már van egy szép pulcsi, akkor nem akarom átakarni. Na mindegy, ez csak így eszembe jutott, és gondoltam, bedobom. Inkább nézzük a következő pulcsit, ami szerintem az egyik legaranyosabb. Ez szintén egy kötött pulcsi, csak az előzőekkel ellentétben ez egy garbós és csodaszép bézs színe van. A pulcsit a H&M-ből rendeltem egyébként, és tök őszintén én nem is tudtam, hogy vannak nekik kutyaruháik, ráadásul nem is rosszak és nem is kevés, egy csomó-csomó opció van, és tök jól néz ki mindegyik. Meglepően jó a minősége is a pulcsinak, tök vastag, puha, viszont sajnos a legkisebb méret is nagyon nagy porcukorra, úgyhogy ezt még annyira nem szoktuk sűrűn hordani, de majd szép lassan belenő. És for your info, van egy pár karácsonyi kutyaruha is, hogyha esetleg érdekeltiteket, én halálosan beleszerettem egy olafos kutyaruhába. Eszméletlenül aranyos, bár egyelőre még visszafogtam magam, és tartom magam, úgyhogy még nem rendeltem. Rendeltem még a H&M-ből egy másik pulcsit is, viszont ez már tényleg olyan nagyon nagy volt rá, amiben valószínűleg sose fog belenőni, úgyhogy azt már sajnos visszaküldtem. Pedig nagyon édes volt a ruha, és tök jól lett porcukornak is. Ez kivételesen amúgy nem egy kötött pulcsi volt, hanem polár pulcsi, ami ilyen tyúkláb mintás, és azért rendeltem meg neki, mert van egy pontosan ugyanilyen mintájú kabátom, és annyira jól néztünk volna ki együtt. Sajnos azóta se láttam kisebb méretet az oldalon, így kb. Véglegesen elengedtem ezt a pulcsit, pedig tényleg imádtam volna egy kis mecsi-mecsi összeöltözősdit. Na mindegy. És végül, de nem utolsó sorban, az utolsó ruha az egy kicsit impulzív vásárlás volt, igazából a kollégáim rendeltek a Shein oldaláról, és bár én nem igazán rajongok az oldalért, de megláttam, hogy vannak kutyaruhák, úgyhogy egy picit elcsáboltam.
Beleszerettem egy fekete hoodie-ba, vagyis egy fekete kapucnis kutyapulcsiba, és bár egyáltalán nem szeretem a Shein, de mivel nagyon olcsó volt, gondoltam, adok neki egy esélyt, és egyébként annyira nem is vészes. Teljesen jó minősége van a pulcsinak, viszont kivételesen ez most pici porcukorra, vagyis nem pici, pont jó a mérete, de hogyha még nőni fog, akkor valószínűleg már nem lesz jó rá. Úgyhogy próbálom minél többször ezt választani, hogyha pulcsit adok rá, hogy még kihasználjuk, és szerintem amúgy eléggé vagányan is menőn néz ki benne, mert igazi rossz fiús kinézete van tőle. És igazából ezeket a ruhákat vettem porcukornak, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek melyik állt neki a legjobban, én tök őszintén mindegyiktől meghalok, annyira aranyos. Kövessétek be őt mindenképpen Instagramon, engem is, illetve TikTokon, és legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok! Bye!